Ünnepélyesen átadták a Bélapátfalvi Bélkő járási mentőcsoportnak azt a kvadot, amelyet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szerzett be egy uniós pályázat segítségével. A megyében már más egységek is kaptak hasonló járművet, amelyet árvizek, belvizek elleni védekezésnél, szabadtéri tűzeseteknél, valamint emberek mentéséhez is be tudnak vetni. Idei évben nagyon nagy leterheltséget okozott itt a Bélapárfal környékén is többek között a szabadtéri tüzeknek a szám, ugye rendkívül országos időszak. Ilyenkor különböző felszereléseket, amivel ezeket a tüzeket el lehet oltani, ezeknek a szállítása, az embereknek a szállítására lehet felhasználni. Az önkéntes tűzoltókból álló mentőcsoport tagjait sűrűn riasztják az erdőben túrázás közben eltévedt vagy bajba jutott emberek kereséséhez. Előfordul, hogy valaki letér a kék túró útvonaláról és eltéved, majd segítséget kér a 112-es segélyhívón, de legutóbb egy kisebb szakadékba csúszott kisfiút húztak ki a bajból. Hát nekünk nagyon nagy hasznára, mert ugye be tudunk segíteni az önkormányzatiaknak is, és ahogy korábban is mondtam, hogy terepviszonyok miatt is nagyon nagy segítség, mert szemét is ugye tudunk oda szállítani, meg olyan dolgokat, amit ugye magam éppen nem fér bele a műszaki mentőszerbe, hogy ez oltári nagy segítség nekünk ez a jármű. Az önkormányzat is igyekszik támogatni a tagságban átfedéssel működő polgárőrség, önkormányzati tűzoltóság és a több mint 100 éves múltra visszatekintő önkéntes tűzoltók munkáját. Tavaly és idén az épületeiket tették energiatakarékosabbá, de működésükre is adnak pénzt. Próbáltuk a nyílászárókat tökéletesíteni, a fűtési rendszert tökéletesíteni, és természetesen most az új időszámítás szerinti újfajta költséghatékony fűtési rendszert is próbáljuk majd a vegyes tüzeléssel kicsit segíteni. Az önkéntes tűzoltók évről évre pályáznak, és különböző eszközökkel, felszereléssel gazdagodnak.